Köszöntöm nézőinket! Önök Székely magazinunkat látják, tartsanak velünk! Szüreti mulatságot tartott a Garán, a község apraja nagyja összegyűlt a programon. Csűr épül a Székely portán, ezt is Sebestyén Miklós építész tervezte. Megtelt a Garai Művelődési Ház udvara, ugyanis a településen már több évtizedes hagyománya van a szüreti mulatságnak. A program a Garai Székelykör szervezésében valósult meg. Ilyenkor összegyűlik a község apraja nagyja, hogy együtt ünnepeljenek és jól érezzék magukat. Az eseményre a környező településekről is érkeztek fellépők és vendégek egyaránt. A Garára települt székelyek a Bukovinából magukkal hozott kultúrájukat, népviseletet, énekeket, zenét, táncot a mai napig őrzik. 1962-ben a székely asszonyok népdalkört alakítottak, és népviseletbe öltözve énekeltek először bukovinai népdalokat. Ezúttal a helyi művelődési ház udvarán gyűlt össze a falu apraja nagyja, ugyanis a településen már hosszú évek óta hagyomány a szüreti mulatság. Mai rendezvényt, ezt a szüreti felvonulást most már 10 évtizede újították fel újra. Garán népszerű rendezvény volt az 50-es, 60-as években is, akkor még a határban szőlő is volt. Már ez sajnos eltűnt, a szőlők, gyümölcsök, ám a rendezvény szeretete, a rendezvény igénye megmaradt a mostani fiataloknak is, a idősebbeknek is. Idősebbek ugye nosztalgiaként élik meg, és itt, ahogy látható körülöttem a népes sereg, ők is igénylik ezt a szüreti felvonulást, úgyhogy ma ezt fogjuk ünnepelni. Egy kis nyitó műsorral készültünk, a Vajdaságból, Vajdaság több helyéről jött a csörömpölő zenekar, a mi kis óvodás általános iskolás csoportunk fog énekelni szüreti dalokat, és a felsős általános iskola felső tagozatos néptánc csoportja, vagyis akkorú gyerekek fognak táncolni egy uszódék koreográfiát. Ők péntekenként itt a művelődési házban próbálnak az Egyesület segítségével és támogatásával. A ruhákon majd lehet látni, hogy nagyobbaknál már mindenki szívére volt bízva, hogy ki mibe öltözik, úgyhogy többféle magyar ruha is található, illetve nemzetiségek is képviseltetve vannak ezen a rendezvényen. Jó napot kívánok az Isten áldásával! Borízű hangommal köszöntöm a népet, kívánok mindenkinek erőt, egészséget! Megkérnem a családot, Zsoltit engedjék el a szüreti mulatságba, hiszen már nagyon jár a lába. Tudjuk, hogy hangja kissé hamis, de rá se ráncsa. Gyerük emberek a születi mulatságba. Este 6-tól áll a bál, csörömpölő zenekar muzsikál. Muzsikusok, szóljon hát a vidám nóta, aki bírja, reggeli táncolja. Húzzá!
A garai székelykör a településen élő kisebbségek tradicionális táncait is bemutatja. A csoport legfontosabb feladata napjainkban a hagyományok megőrzése és bemutatása, a fiatalok megismertetése a székely kultúrával, és ezáltal az utánpótlás biztosítása. Maga ezt a szót a gyerekeknek nem is használom, vagy szerintem nem is mondom, ők egyszerűen jó érzik itt magukat. Szívesen eljönnek hozzák pénteken, várják a rendezvényeket. Ha a gyerek jól érzi magát, akkor a szülő is jól érzi magát, úgyhogy itt egy kölcsönhatás működik, és akkor most utána mi mondhatjuk, hogy ez egy hagyományőrzés. Igen, az hagyományőrzés, úgyhogy megéljük, tovább visszük, esetleg föl is újítjuk, tehát mindenképpen egy örömteli dolog, és szeretjük ezt csinálni. A Zombor melletti csonopjáról jött két hölgy, akik a nyáron velünk voltak már a tánctáborban is. Cikóról is jöttek vendégeink, akik szintén ilyen hagyományőrző csoport, és ők is nagyon szeretik a születi felvonulást, illetve Vaskútról is jöttek le hozzánk direkt a felvonulás miatt, és akkor természetesen a környékből a gyerekek ugye ide járnak táncolni, ezért környékből vannak szülők is, úgyhogy egész szép létszámmal jöttünk itt ma össze. A székelyasszony kórus régóta létezett, tehát mióta ide települtek Bukovinából. Szervezett formában 2005-ben egyesületi szinten működik a Garai Székelykör Egyesület. Először ugye asszonykórusa volt, majd egy tánccsoporttal bővült, majd az évek során ugye mindig kinőtt egy újabb-újabb generáció, és most már 3 csoportot tudunk működtetni, illetve az asszonyok is énekelnek és főzik nekünk a finomságokat. 1945. május 20-án Gara községbe is megérkeztek az ömében Hadik falvi és kisebb létszámban András falvi, Fogadj Isteni, Isten segítsi és József falvi székelyek. 94 család, 476 felnőtt és 320 gyermek érkezett a községbe. A garai székelyek létszáma, az idősek elhalálozása, a környező városokba történő beköltözés és a házasságkötések utáni költözés miatt folyamatosan csökken. A vegyes házasságuk révén a székelységgel 250 család van jelenleg valamilyen szinten érintve. Azonban számottevően csökkent a bukovinai születésűek száma. Jól ismerjük már a kismányoki székelyportát, azt azonban kevesen tudják, hogy ki tervezte ezt az ikonikus házat. Mai adásunkban Sebestyén Miklós építészmérnököt mutatjuk be, aki elmondja, milyen kötődése van a bukovinai székelyekhez, és mesél az éppen épülő új projektről is. Új épülettel bővül a kismányoki székelyporta. A hamarosan elkészülő csűrt ugyanazt tervezte, mint a lakóházat. Sebestyén Miklós építészmérnök elmesélte stábunknak, milyen kötődése van a székelyekhez. Hát én Kakaszdon születtem, és a nagyszüleim azok mind bukovinai székelyek, mind Andrásfalván születtek, onnan származom. És hát ahogy Kakaszdon nőttem fel, úgy kapcsolatba kerültem az ottani tánccsoporttal, a két nővérem járt táncolni, és 92-ben kerültem először a tánccsoporthoz. Ez azt jelenti, hogy 92-től én aktívan részt veszek a népi kultúra életében, ami Kakaszdon indult a néptánccal. Nagyszüleim részben korán meghaltak, illetve akikkel kapcsolatban voltam, akikkel együtt tudtam élni, ők röviden történeteket és egy-egy mesét mondtak el, ami akkor még számomra nem bírt akkora jelentőséggel, de mint gyerek ezt szívesen hallgattam,
Gyakorlatilag az első kapcsolatom a néptáncon keresztül vezetett vissza a származásomhoz, a székelységhez. Elkezdett egyszer csak tetszeni az, hogy milyen jó, hogy nekünk van ilyen kultúránk. Ez a tánc, ez milyen jó, mennyit tud adni, mint mozgás, mint egyéb értékekben. És ilyen kamasz gyerekként ezen keresztül kerültem kapcsolatba, de rövid idő alatt, pár éven belül a Bartina Néptánc Egyesületbe kerültem, oda elhívtak, és ott még mélyebben kapcsolatba kerültem a népi kultúrával, és ezen keresztül kaptam önmagam számára is visszajelzést arról, hogy nekem milyen eredetem és származásom van, amiben rengeteg lehetőség és érték rejlik, amit már felnőttként, utána az évtizedek során természetesen örömmel használtam és éltem meg, vagy éltem újra. Végül a tánc vezette el a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségéhez is. Ugye a rendezvények és a programok alkalmával a Székely Szövetség rendezvényein részt vettem. Ez a kezdetektől jelentett fellépéseket, bálokat, székely találkozókat, minden rendezvényt, ahol a népcsoportunknak a kultúrát ápoló rétege az ott találkozott, és ezek a barátságok automatikusan és nagyon gyorsan összeszövődtek, és akkor a Székely Szövetség tánccsoportja, alkalmi csoportjába is hamar oda kerültem, ami azt jelentette, hogy az én pályafutásom vagy a kultúrával való kapcsolatom az rövid idő alatt összeforta a szövetség életével. Ennek következménye az lett ugye, hogy a mai napig a szövetségnek tagja is vagyok, illetve segítője is mindenben, amiben csak tudok. Aztán ugye mivel én építészmérnök vagyok és házakat tervezek, ezért csak nem egy évtizede ebben a szakmában a kultúrához kapcsolódó Székely Szövetségen keresztül megvalósítandó projektben vettem részt. Ez többnyire azt jelenti, hogy tájházak felújítását segítem, több esetben terveztem is ilyet, és mindenféle olyan építészeti dolgot, akár felújítást, akár pályázatot, akár tervezést, azt mindent segítem és készítem. A megye több településén, például Hőgyészen és Bátaszéken is segítette a székelyházak bővülését és felépítését szaktudásával. De a 2018-ban átadott Székelyporta tervezése is az ő nevéhez fűződik. Talán ez a legfontosabb az építészeti munkámban a szövetség irányába. Aztán most, ahol állunk, ez a Székely csűr, ami nem készült el még ugye ez is, illetve hát amire büszke vagyok az, hogy Kakaszdon a Makovec Imre által tervezett faluház előtt a Trianon emlékében egy turulmadárral ékesített emlékszobrot tudtam tervezni. Tulajdonképpen a Székely Porta és a csűr az egy fajta tájház jellegű építmény. Az építészet így határozza meg ennek a funkcióját, vagy a jellegét. A Székely Porta gyakorlatilag a legfontosabb eleme, ez egy családi ház. Ez a 19. század második felé és 20. század első felén Bukovinában az ottani székelység által épített lakóházak egyikének, vagy lakóházak mintájára készült és terveztük újra. Ez azt jelenti, hogy gyűjtésekből, régi felvételekből és irodalmakból, szakirodalmakból egy-két szakembernek a néprajzos, illetve építész segítségével állítottunk össze Illés Tiborral ketten egy olyan háznak a tervét, aminek én voltam vagy vagyok a felelős tervezője, ami mellett egyébként itt állunk, és ez azt szimbolizálja vagy mutatja be, hogy ebben az időszakban a mi nagyszüleink, illetve a sokaknak a dédszülei milyen házat építettek és hogyan éltek ebben a házban kint Bukovinában. Tehát gyakorlatilag ez egy ottani háznak az újraépítése. Hiszen a ház mellé kell melléképület is. Tehát a Porta mellé csűr is jár. Ennek a kismányoki templomnak, aminek ugye sokan ismerik és tudják a történetét, és ennek az egész létesítmény együttesnek, ami itt van, az identitását, vagy hogyha úgy mond a szellemiségét. Hát ennek az udvarán Illés Tibor álmodta meg azt, hogy a családi házhoz egy porta és egy olyan udvar is készüljön el, ami bemutatja
a székelyember életét. Ugye így mondtuk, ez jelenti azt, hogy a ház a melléképlet, a család, az állatok, nem fontossági sorrendben, ugye. És hát ebben a melléképletben, vagy csűrben, amit itt most megépítettünk, illetve a befejezése éppen zajlik, ebben egy kézműves mesterségek bemutatótere kap helyet, ami azt jelenti, hogy lehet majd látni azt, hogy egy melléképület milyen volt, milyen anyagokból állt, hogyan építették föl, ez miként funkcionálhatott, de egyébként a mai kor számára, mint mondtam, a székely porta, tehát a lakóházzal együtt, ez egy ilyen tájház jellegű bemutató tér, ahol hát ilyen mesterségek, régi szerszámok és ilyen egyebek bemutatása történik meg, és hát gyakorlatilag aki eljön ide és megnézi a házat, az meg tudja nézni a melléképületet is hozzá. Emellett az elkövetkezendő rendezvényeken is jó szolgálatot tesz majd az új helyiség. Csak olyan van, hogy összeverve beadik a Bukovné Vanda, és együtt csinálunk valamit, ezeket a házakat nem vállalkozók építették, hanem kétkezi munkák folyamán épült. Hát én mérnök emberként ugye a mérnöki tudásomat, a terveket, az elméletet és néha a kinti irányítást segítettem, amire megkértek, tehát amire szükség volt. Adott esetben volt, hogy megfogtam én is egy-egy szerszámot, de nem ez a jellemző, tehát az a lényeg, hogy az volt itt a lényeg, hogy a ház, mint a szerző számára ne legyen elhanyagolva az építkezés során sem, és ez így is történt, úgyhogy részt veszek a mai napig mérnökként a ház építésében. Sebestyén Miklós azt is hozzátette, mindez csak úgy képvisel értéket, ha van, aki értékeli. A kultúránkat azt több mindenen keresztül lehet őrizni, meg lehet mutatni, és ami legfontosabb, át kell örökíteni a fiatalok és a jövő nemzedék számára. Ezekkel az épületekkel, vagy ezekkel a kulturális értékekkel, amiket teremtünk, vagy újraépítünk, ezeken keresztül lehet ezt megvalósítani, hogy megmaradjanak az értékeink, ami számomra természetes, sőt, egy küldetés talán. Van, akinek tovább tudom adni, elsősorban a két gyermekünknek, akik ezt a kultúrát úgy megkapják, ezért sok mindent nem kell tenni, csak az ember legyen önmaga, és ezt ők úgy érzik meg, megtapasztalják és megélik, táncolnak, néptánccal járnak, látják és tudják azt, hogy mi ez a kultúra, a korukhoz képest én azt gondolom, hogy megkapnak mindent, ami egy ekkora gyermeknek fontos, vagy fontos lehet, hogy megtapasztalják ezeket az értékeket, és ennek a fontossága az nagyon, nagyon, nagyon magasan jegyzett, én azt gondolom, mert csak akkor jó ezt csinálni, csak akkor lehet ezt úgy megélni, ahogy én megélem, hogy ezt tovább is lehet adni. Elsősorban az ember a gyerekeinek adja tovább, mert ugye azokhoz áll a legközelebb, de mindenki számára, minden fiatal számára tovább kell tudni ezt adni, mert akkor biztosított az, hogy a elkövetkezendő évtizedekben, akár évszázadokban is maradandó értéket tudunk azzal létrehozni, hogy a már meglévő régi értékeinket a gyökereink mentén megtartjuk. Tehát ez egyszerűen ilyen egyszerű. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!